országot, melynek te készítetted a világ kezdetétől. Énekeljetek az Úrnak új éneket, énekelj az Úrnak mind az egész föld. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben van a most is mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Gyertek, Atyám áldotta a híj, és vegyétek az országot, mely nektek készítehetett a világ kezdetétől. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, húsvét 8-adának szerdája van. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessük magunkhoz Jézust, az oltári szentség. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és molasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Feltámad Krisztus e szent napon, lelki örömben dicsőtestve, Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, eleget tettél a keresztfán, életünk lettél föltámadva, Alleluja! Krisztus eleison, Krisztus eleison, Kyrie eleison, részeltes kérünk érdemedben, a húsvétnak örömében. Alleluja! Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön kényesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néged, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, te elveszel a világ bűneit, irgalmazz nekünk, te elveszel a világ bűneit, hallgass meg, könyörgésünket.
te jobbjál ősz, írgalmaz nekünk, mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk. Istenünk, Te évről évre megörvendeztetsz minket Urunk föltámadásának ünnepével. Add jóságosan, hogy földi ünneplésünk segítsen el az örök boldogságra. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Szent Lecke az apostolok cselekedeteiből. Péter és János apostol egyszer a három órai imádság idején fölmentek a templomba. Volt egy születése óta béna ember, akit naponta elhoztak és letettek a templom úgynevezett ékes kapujánál, hogy alamizsnát kéregessen a templomba menőktől. Meglátta Pétert és Jánost, akik éppen belépni készültek a templomba és alamizsnát kért tőlük. Péter Jánossal együtt rátekintett és megszólította, nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta, aranyom, ezüstöm nincs, de amim van, azt neked adom, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj föl és járj. Megfogta a béna kezét és fölsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott és járni kezdett. Bement velük a templomba, járt kell, örömében ugrándozott és dicsőítette Istent. Az egész nép látta, hogy jár, és Istennek hálálkodik. Ráismertek, hogy ő az a béna koldus, aki a templom ékes kapujánál szokott ülni. Megdöbbentek, és nem tudták, hová legyenek a csodálkozástól, hogy ez történt vele. Ez az Isten igéje. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Az Úr jobbja erőt cselekedett, az Úr jobbja felmagasztalt engem. Ez az a nap, melyet az Úr szerzett nekünk, örvendezzünk, s vigadjunk rajta. Húsvét tiszta áldozatját, a hívek áldva hágyát, bárány meg bágy anyáját, és az ártatlan Krisztus már kihengeszteli. Értünk, Atyád, élet itt a halállal, megvéd csoda csatával, a holt élet vezér, ma Úr és én. Mária szent a szó, mondd, mit láttál utadó, az élő Krisztusnak sírját, s a fölkentnek láttam glóriáját. Angyali tanúk ahogy,
szemfedőt és nyolcsukat. Föltámadt reményem Krisztus, Galileába elétek indult. Tudjuk, Krisztus feltámadott, és diadalmas. Úgy ősztes királyom, légy irgalmas. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki. Te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? Ő megkérdezte. Miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus eset, aki szóban és tettben nagy hatású próféta volt Isten és az egész nép előtt, főpapjaink és előjáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék, pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó az, hogy megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestet. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendőltek? Hát nem ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Azután Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta, ami az írásokban őróla szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok marasztalták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, ugye lángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat, azok ezzel fogadták őket,
valóban föltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték föl Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Jézus egy olyan messiás, aki keresztre feszített és meggyötört messiás, és igazából őt a hit szemével tudjuk megpillantani és meglátni. Az emauszi tanítványok egy politikai messiást váltak. Egy olyan messiást, aki politikai vezető, alaposan helybe rakja a rómaiakat és elhozza a zsidóknak az uralmát. Pedig a Szentírás nem egy ilyen messiást ígért meg nekik, sem Mózes, sem a próféták, sem az írások nem ilyen messiásról beszélt, hanem egy szenvedő messiásról, Isten szenvedő szolgájáról. Másfajta messiást várunk. Olyan messiást várunk, aki fejlődést hoz, haladást hoz ebbe az emberi világba, aki biztosítja az anyagi jólétünket, és az anyagi biztonságunkat. Ilyen messiást vártak a zsidók és a tanítványok is. Ez egy kísértés. A földi világba a saját elgondolásunk szerint Istent helyezni, ez bálványimádás. Bálványt helyezünk egy üres helyre, amit azért nagyon jól érzünk, hogy van, és leborulunk előtte. Ugye ez annak a kísértésnek a világa, amelyben ugye Jézust a sátán föl emeli ugye a templomnak a párkányára, szerte mutat, és azt mondja, hogy látod, itt vannak a világ birodalmai és hatalmai, fényük és pompájuk, és ezt mind neked adom, hogyha leborulva imádsz engem. Testvérek, a földi valóságunkban nem illeszthető bele egy földi Isten képe, anyagi biztonsággal és egy általunk kigondolt körülbástyázottsággal. Jézus nem ezt hozta el nekünk, a messiás nem ezt hozta el nekünk, ő egy valamit hozott el, egy valakit, Istent. Az ő hiányára mutatott igazából rá. De ezt a hiányt igazából Isten lesz az, aki ki fogja egészíteni, nem a mi elgondolásunk szerint, hanem abból és abban az országban, amelyben ő, amelyre ő meghív minket. De ezt az országot nem mi fogjuk a saját elgondolásaink szerint berendezni. Túlmutat ez a messiás a mi világunkon. És éppen ezért földi szemmel nem tudjuk megpillantani őt. Földi szemmel is látjuk őt, de az igazi lényegét akkor tudjuk föltárni, hogyha a hit szemével szemléljük Jézust. Akkor látjuk meg róla, hogy ő a messiás, hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltó. Akkor látjuk meg a megfeszített Jézusban a messiást, mi magunk is, hogyha hit szemével tekintünk rá. Amen. Testvéreim, az Úristen emberi természetünket és emberi életünk törékenységét is tekinti, ezért fordulunk hozzá bizalommal minden megpróbáltatásunkban. Add, Urunk, hogy az emberiség Ferenc pápa vezetésével, a püspökök és a papjaink közreműködésével rátaláljon mindenütt Krisztus evangéliumára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Adj bölcsességet hazánk vezetőinek, hogy mindig tiszta lelki ismerettel hozzák meg felelős döntéseiket, melyekkel az emberek testi-lelki javát és biztonságát szolgálják, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te megígérted, hogy isteni jutalmat adsz azoknak, akik nevedben meglátogatják és megkönnyítik a betegek terheit. Áld meg orvosaink és az egészségügyben dolgozók fáradozásait, adj neki kitartó erőt szolgálatukhoz, melyre ma oly nagy szükség van, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged! Istenünk, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél,
Kérünk, küldj munkásokat aratásodba, hogy mindig legyenek, akik neked ajánlják életüket, és híveidnek megszentelését szolgálják. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te azt akarod, hogy minden ember üdvözüljön, elhunyt testvéreinknek add meg az örök életet, és vedd fel őket, mint kedves gyermekeidet az örök béke országába. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, híveidnek örök pásztora, ki egyházadat sokszoros gondviseléseddel kormányzod és szeretettel igazgatod, irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására oltalmazd, és áld meg a nehéz időkben egyházmegyénket, nemzetünket és az emberiség egész családját, hogy a járványt leküzdve békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, fogad kiengesztelődve az áldozatot, amellyel megváltottad a világot, kérünk, fordíts jóságosan testünk és lelkünk üdvösségére, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen ezen a szent ünnepen, midőn áldozattá letértünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd rá szentelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal föltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait: békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a békejelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten barát, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Egyesítésen vagyok a Szent Rózsát. Isten bárány, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nékünk. Uram Jézus Krisztus Szent Testvér és véletvételen nem. Isten bárány, te nem jóság. Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Hallelujah.
könyörögjünk. Kérünk Istenünk, hogy Szent Fia testének és vérének áldott vétele tisztítson meg minket a régi ember minden bűnétől, és változtasson új teremtményé Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a teleket. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével, Alleluja, Alleluja. Istennek legyen hála, Alleluja, Alleluja. Dicsőség, szent áldást.